én nem vezetek jól, hozzá kell tennem, nem vezetek jól. Ha a feleségem vezet, egyikünk se fél. Ha én, akkor mind a ketten. De akkor rettegünk. Tényleg nem vezetek jól, de láttam mostanában egy-két olyan női parkolást. Gála, hibátlan. Mert ugye hogy parkol egy alfahím? Eleve van ez a 45 fokos ülés pozíció, ez a tetőtérben élek. És a fickó. hoppá, itt egy Pipü, Kész, ennyi volt. Ehhez képest hogy csináljuk, mi csajok? Én is dráma vagyok, mondom. Itt egy hely. Befér ide a Jaric. Hát biztos, mert most állt el az ifa. Persze, mert kapu Na nézzük. Rükvert. Gyerünk ja, vesz. Mert ott van ez a figymás sebváltó. Tudod, hogy... Felhúzod, eltekered, lenyomod, hátrahúzod, hátrahúzod, mögötted ülnek, előre visz, és akkor bemar rükverszbe. Rükversz? Majd jön a kulcsmozdulat, lehalkítja a rádiót, hogy jobban lásson. Ugye? Én is lehalkítom, az a baj. Honnan vettem észre? Mikor parkolok, halakítok, meg mikor trafipaxot látok, így nem látszom, nem hallok. Na a rádió lehalkítva, majd jön ez. Ezt tudod mi? Söpri a plüsgeciket a <laughs> Gönci torka felgyűri az ingulját, én meg nem is hoztam ingulját. <laughs> mert hogy idegesítői és férfi tulajdonságokról fogunk beszélni, sőt nem hogy beszélgetni, hanem azt beszéltük meg, hogy párbaj szinten fogjuk ezeket egymásnak haigálni. Köszöntöm a hallgatókat, Jó. nézőket, és szervusz téged is. Szia, Dorka. Szerintem kapd össze magad, mert nagyon sok mindennel készültem. Tehát... Ez a női parkolás, csak hogy hogy azért vettem jó, ide ezt a jó. jelenetet, bár egyébként nyilván a jelenetben saját magamat is ekézem, és ma is az volt, hogy, hogy rükverc helyett előre menetbe voltam. <laughs> Tehát ez rendszeres, hogy vagy előre akarok indulni, és hátra gurul az autó, és így törtem össze. a, a Az történt múltkor, hogy valaki állt be a garázsba, valaki más meg rácsukta a garázsajtót a kocsi tetejére, és mind a kettő én voltam. Tehát nem akarom... magad? Összeverekedtetek? Nem, nem. kovácsolni. Ilyenkor mindig ez van. Én vezetés is szídom magam egyébként, hogy na te büdös paraszt, most jut eszed be átsorolni. De tudod, mit jelent? Ha valaki magáról egyes szem, harmadik szemeiben beszél. Hogy pszichopata. Hogy skizofrén. Tényleg? De én nem, én egyes másik beszélek magam, De tényleg, tehát amit a mögöttem jövő gondol, ugyanazt gondolom magamról én is. De nem hiszem el, hogy most, most jössz át, hogy van pofád, meg jobb kezesnél, hogy jobb kész, csezd meg. Hát hányszor kell neked, de húsz éve vezetsz, miért nem tudnál megtanulni, hogy. Kibékít közöttetek? Köztem és magam között senki. senki. <laughs> Jó, hát ő olcsó megúszott. Ugye, hogy Szabó Lőrinc írt, és majd elvégzem magamban, oh, hogy zsarnokságom megbocsás, de ez így egy, egy személyen belül történik meg. Úgyhogy előre bocsátom, hogy bár parkolásra szólt a jelent, azért én is hozom ezeket. Sőt, ezt a rádió dolgot saját magamon vettem észre 2005-ben, 6-ban, amikor ez az anyag eredetileg született. Mert hogy azt mondják, hogy a férfiak nem tudnak több fele figyelni, de és nem nincs. tudsz egyszerre tolatni és megfigyelni. Igen, de szerintem a nők sem tudnak egyfele figyelni. És ezt meg én magamon tapasztaltam, de mindjárt visszatérek arra, hogy mi idegesít. Tehát benneteket idegesít bennünk, vagy benneteket az idegesít bennünk, jól fogalmazom, igen, hogy, hogy mondjuk, hogy vezetünk, vagy hogy parkolunk. De az kétségtelen, hogy, hogy a nő nem tud sokfele figyelni, hiába mondjuk mi azt, és ezt el is mondom rendszeresen az előadásainkon, mert hogy van nekünk egy kisagyunk, szerencsére csak egy kisagy, és nektek még is van... Még a nagy mellé? A nagy mellé még van egy kis kisagyunk, nektek is van kisagyatok, de a ti kisagyatok 30%-kal... Nekünk az A. Az, az a a <laughs> És tényleg körötte meg így ilyen golyók, vagy ilyen pillangók itt szállnak. Itt, Nem, a kicsik, alkatrészek. Jó, egyszer össze kéne rakni. Igen. Szóval a ti kisagyatok 30%-kal kisebb a miénknél, és ez a kisagy az, 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 az egy nagyon fontos dolog az emberi agy életében, mert a kisagy felel azért, hogy hány dolgot tudunk egyszerre csinálni. És a mi 30%-kal nagyobb kisagyunk teszi lehetővé számunkra azt, hogy mi nagyon sok dolgot tudunk csinálni, de sajnos kiderült az is a kutatásokból, hogy mi mindegyiket felületesen csináljuk. Tehát mi lehet, hogy megfőzzük az ebédet, és még megírjuk a gyerek matekháziát, de az 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 ebéd sem lesz az, amikor csak rá koncentrálunk, ha nincs mellette matekház, és a matekházi sem lesz patent. Jó, ja, hát egyébként ezen a feleségem ki van. Na. Tehát, hogy ő, ő ugyanez, hogy ízé, hogy csinál zöldborsó, és reggel fölkelek, és akkor mondja, hogy nézd, nézd, néz, én már közben csináltam zöldborsó főzeléket, meg kész lett a húskenyér, közben ízé, ízé. És hát te zöldborsó Ha az... apa neki áll főzni, érted, abból olyan csülis bab lesz, hogy, hogy beszarsz, de az három óra. és, <laughs> és egy, és egy hát, háború. Igen, bár a felesége ideges, hogy jó, hát három óra alatt ő is tudna, de nem fog három órát a konyában állni, hanem kész a izé, kész a főző. De ez azért van, mert az, ami feladat nektek van, ugye azt meg kell oldanotok, erről hmm. is beszéltünk az első, első podcastban, hogy, hogy az nektek egy feladat, tehát azt muszáj jól megcsinálni, mert az elismerés, az, hogy Beneteket a törzs körbe ünnepel, és megy a törzsi dal, és táncolnak, az egy hihetetlen Igen. fontos adrenalin, és arra készít beneteket, hogy egy újabb másik feladatot megcsináljatok. Egyébként ezeket rendszeresen mi adjuk nektek ezeket a feladatokat. Ha magatoktól találjátok ki, a csilisbab lesz, akkor a nő, és akkor elérkeztünk az első pontig, úristen főzni fog a férjem vagy a párom. Igen, mi lesz a konyhában? Egy Azt... napig fogom takarítani. Így van. És ami idegesít ebben például, egyébként pont tök jó, mert az egyik ilyen idegesítő történet az ez, bennetek számunkra, hogy képtelenek vagytok rendet tartani a konyhában, amikor beszabadultok oda, és amikor beszabadultok, illetve amikor végeztetek, akkor ott mindent, csapot, papot, és mi pakolunk el, és nincs. Jó, most, most az orcimpád már rezeg, látom. De hogy ez tényleg... Nem, mert, én, mert az én fejemben egész más van, viszont mintha a feleségemet hallanám. Tehát, hogy tényleg az, az a, nem tudom, tehát például a csilis babnát, tehát ha én hagymát aprítok, akkor utána az a hagyma aprító le van tisztítva 75 osra te tisztítod le? Én tisztítom le. Tehát 75, 75%. osra ami szerintem rendben van, mert legközelebb mit fogunk vele csinálni? Hagymát aprítani. De ez nem hát ér, így tehát, működ. Ha bába vinnénk utána, hogy nem tudom, akkor... De ezt, de a, mi, miért? Tehát, nem, e... én azonnal elmosom egyébként, én az, az a csávó vagyok, aki, azonnal aki persze azonnal, mert rászárad meg ízé, tehát hogy sajnos konyhában nekem van egy kényszerességem, ezt a feleségem nem így látja. Ezt a feleségem nem így látja. Viszont a főzésre visszatérve, hogy, hogy nekünk az flow, tehát amikor a, a, flow, meg bármi, szerintem a nőket az baromira idegesítheti a férfiakba, hogy neki állsz, és a nő azért főz ö, felségöm, azért főz zöldborsó hogy legyen ebéd. Én azért csak csilisbabot, három óráig apa el van. Apa el Érted? Ebédelhetünk spagettit is, ami 10 perc alatt megfő, és fölengedjük a méhítőből azért, de ha én azt mondom, gyerekek, szombaton pizza lesz, akkor az azt jelenti, hogy én már péntek este dagasztok. Azt a És akkor, akkor az a pizza az nem arról szól, hogy szombaton ebéd legyen. Hanem az neked az ő önmegvalósítás. hogy apa pizzát süt. Apa pizzát süt. Jó, csak apa legyen már olyan kedves, hogy mindent rehányságot, ami ott van a konyhában, a kiborult lisztet, meg a, az olajat, a cseppeket, és ugye ez, ez a nő, hogy a nő szereti a konyháját úgy látni, mert az az ő teritoriuma, oda ne pisíj bele, és ezért is probléma az, a második idegesítő pont, ha ugorhatok, hogy Miért nem tudjátok rendesen bepakolni a mosogatógépet, akinek van? Ez számtalan szóval probléma egy házas pár vagy egy pár életében. Benne van minden, ami koszos. Szóval, hogy igen, tehát a nő vágyja ezt. Na mond. Na, megmondom, ez nálunk, nekünk olyan mosogató gépünk van, hogy az evőeszközöknek nem ilyen, ilyen, ilyen fa fakja van, hanem ilyen fektetős Igen. dolog. Na most, ha a feleségem ezt egy kicsit erélyesebben húzza ki, akkor kipörök, kipörök belőle minden, és olyan, mintha én hánytam volna oda bele, pedig nem én hánytam bele, mert én tudom, hogy, hogy, hogy az, egy, az egy bos mosogatógép, annak lelke van, azt nem lehet csak úgy rángatni, lányok, tehát, hogy oké, okay, hogy ez egy, ez egy gép. Lehet, hogy Jó. ti szépen rakjátok bele a tányért, de annak a gépnek lelke van és azt úgy kell kezelni, meg izé, hogy, hogy de, eltér... de, de, valahogy mégis, mégis, az, az a végeredmény, hogy, hogy nem százszázalékos az a történet, és ettől a nő meg befeszül. Mert ugye ő a, tehát nektek a teritoriumotok az az autó, a garázs, a szerszámos készlet, hogy oda úgy kell fölrakni azt a francia kulcsot, vagy a háromnegyedes anyát, azt se tudom, van-e ilyen. Tehát fogalmazni most Zsolt itt nézel, tehát tudom, ne, 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 tehát tényleg, hogy, hogy, mi a bajotok azzal, hogyha lemegyünk a pincébe, leve, kiveszünk egy, egy skitzert vagy schnitzert, ezt sem tudom pontosan, hogy hogy kell mondani, de hogy de schnitzer. Nem segít. Mert a Wiener snitzer. a Wiener az egy nagyon éles vágóeszköz Bécsből. Az hogy, hogy az ben... a lett, brát mert... lehet Benedeket az zavar, gyanítom, hogy mi beleturkálunk, beletrolkodunk a dolgaitokba, de ti fenntartjátok magatoknak a jogot, hogy a mi dolgainkba simán beletrolkodhatok úgy, hogy azt majd anya rendbe rakja. Na, de, de az, nem! De azt mondod, hogy a konyha a ti teritoriumotok, de nem! Tehát az a vicc, hogy így az egész lakás, mint a gomba fonalak így, így szétterjedtek mindenhol, és egyszer csak így, így már nem jó az a szőnyeg, ami a csocsóasztal alatt van, mert nem megy a csocsóasztalhoz, és ez csak azon kapom magam, hogy a szőnyeg lecsérő csocsó meg Eltűnt, komplett És hogy egy kis menkévet, egy kis férfi barlangot próbálok magamnak fenntartani a garázsban, vagy hátul a fészet, tehát hogy kiköltözöm a házból, és a a természetes élőhelyem beszűkül. Beszűkül, igen, igen. Tehát, hogy hogy mint egy ilyen rossz, ezért a horror a pincében vagyok, az alaksorban vagyok. Visszaszorulva? Mert a szőnyegnek úgy kell állni, meg a párnák, meg a izé, hogy oké, okay, hogy a konyhát, de hogy mindenből női teritorium lesz, mindenre vigyázni kell, mind mindent vissza kell rakni a helyére, amiről nem én döntöm el, hogy hol a helye, tehát én lerakom valahova, és utána azt kapom, hogy miért nem raktam vissza a helyére. Most hogy... ez most visszavágsz? Ezzel vágsz vissza, hogy azért, mert mi visszaraknánk azt a valamit oda a szekrényetekbe, ami a ti eszközeitek közül valami, azt sérelmezett, hogy hogy mi is szeretnénk vissza, viszont látni ott a rendben azt, amit ti valahonnan elvettetek. Vagy ahova te letettél valamit, azt te azt várod, hogy az ott marad napokig, mert te oda visszamész majd ugye a te csőlátásod. Igen, én pontosan tudom, hogy az az okni ott van levéve a szőnyegen. Tehát, hogy, hogy az, 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 én egy hét múlva is emlékeznék rá, de két nap múlva eltűnik. Jó, csak addig a, érted, elvágja a feleséged a torkodat. Tehát, hogyha az az okni az még mindig ott van, akkor addigra már jönnek vendégek, itt rendnek kell lenni, és a a vendégeket kihívja? kihívja. Jó, mi hívjuk. Jó, és csak azután derül ki számotokra, amikor már ott vannak. Ez kétségtelen. Igen. Nem már előtte is, mert a feleségem a kádat súrolja. Jó, de ez egy és másik, abból tudod ez egy meg, másik hogy jönnek vendégek? Persze, e? általában, bár be volt írva a naptárba. Amit te nem amit nézel. Én nem nézett, Na, nem. hát akkor ez is idegesítő. Kérítek, hogy legyen tervezhető az életetek között. Annyira... de jó, hogy ebben a beszélgetésben nem beszél. Azt a mindenit. De... Az a vit, itt vitatkozom egy idegen nővel, tehát hogy van nekem erre saját emberem otthon, hogy, hogy miért, miért kell ezt nekem csinálni, hát de még de itt figyelj. is, eljövök otthon, és még itt És is. még föl, mert érzem, hogy megy föl az adrenalin, adrenalin bennünk, már ki se tudom mondani, és hogy meg akarjuk értetni a másikkal, hogy annak mi az oka, hogy mi tényleg, mi olyan jótét lelkek vagyunk, csak rendet szeretnénk. És lemegyünk a pincébe, és a kulcsaitok így állnak, derékszögben, ez a derékszög, derékszögben állnak <laughs> De a falon. Nem az a is, amit te Egyre rosszabb. Ez rossz a <laughs> Ezt kapcsoljuk ki. Jó, a nőnek ez a derékszög, maradjunk annyiba. Annyiban. Igen. És ott van, a, ott van a falon minden, olyan tényleg, mint valami, valami megkomponált festmény, egy, egy nem is tudom milyen, egy, egy, egy elképesztő, pontos és precíz festmény a falon, és arról lekerül egy valami, és titeket ki lehet kergetni a világból. Ezt várjátok tőlünk, hogy tegyük vissza, de mi is azt várjuk tőletek, hogy tegyétek vissza a mi teritoriumunkon lévő dolgokat. Na, erről csak annyit, hogy uh, múltkor kerestem a, a kihúzható uh, 5 méteres szorstokot a garázsban, és nem találtam, uh, mert közben a feleségem lemérte vele, hogy milyen magas a kisebbik fiunk, hogy a sportorosi pakit ki tudja tölteni. Igen, igen, állj a falhoz, kihúzta, és, izé, és akkor 142. És uh, és, és lerakta a konyhában, a nem tudom én, kosárba, mert hogy a majd a következő gyereknél az nyilván ott fog kelleni. Én meg nem találtam a garázsban az, az öt méteres Stanley kihúzható colstokomat, úgyhogy amikor elgúltam a praktikát, akkor vettem még egy Igen. colstokot, talált ki, hol volt két hét múlva. Ugyanott, ahol más. Ugyanott, tehát hogy két Igen. colstok lett egymás mellett hirtelen a, a fonot kosárban. Jó, de ezt figyelj, ha ezt te tudod a feleségedről, ez ott derült ki. Jó, de most már, most már mindig tudsz venni egy újabb szóstokot, és nem lesz abból probléma, hogy az másik kettőt miért nem vitte vissza. Szerintem ezt meg tudjátok azért ugrani, nem? Tehát én csak azt gondolom, hogy ez az idegesítő faktor, ez szét tudja darálni a hétköznapokat. De mehetünk tovább, mert Menjünk, ha... menjünk, Jó, mert most menjünk. Én... Menjünk, mert szét teszik Engem például, és akkor hagy beszéljek magamról, kifejezetten idegesít az általában bennetek. Tehát most nincs konkrét, Zsolt, nincs, nincs, nincs korábbi kapcsolat, hanem általában, hogy, hogy egyébként élvezem nézni ezt a szenvedést, amikor a láz, az a nálatok az 35-9-nél kezdődik már. De az már maga a pokol. Azt, azt tudom. Jaj, bele, bele a mikrofonba, tehát az, az már pokol. És mindehez társul egy teljesen elhagyatott, szerencsétlen, áldozati arc, egy, egy, egy grimasz, vagy nem grimasz, egy ilyen, tényleg, mint egy, mint egy, ilyen szenvedő gyermek lennétek, és közben élvezitek azt, hogy a paplan alatt lehet olvasni, meg amikor be van csukva az ajtó, és éppen felépülésben vagytok, vagy éppen szenvedtek, de hogy akkor magatokra vagytok hagyva. De, de azért elvárjátok, hogy nézzünk rátok rendszeresen, gyógyítsunk, és érezzünk veletek együtt. De a hétköznapokban tőletek ez, amikor egészségesek vagytok, nem feltétlenül jön vissza. Hát igen, mert titeket nem visel meg úgy a 35 kivetsz. Tehát az én feleségem még 37 tel vidáman jön, megy, teszi a dolgát. Tehát, hogy, 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 tehát, hogy ez tényleg Tényleg, terít, ez tényleg a... Tehát, hogy nem, nem vízből csináljuk. Uh -huh. nem, én is, tehát én is nagyon beteg tudok lenni, de az a része igaz egyébként, hogy amikor én covidos lettem első hullámba, akkor az volt, hogy gyerekek ne gyertek be, mert apa fertőző. Aztán mondta a gyerekorvos, hogy egy ötteg családnál a hálószobajta nem fogja megfogni a, a a uh, Arra volt jó a hálószoba ajtó, hogy ne tudják meg, hogy én bincsva csingoltam a Mandalori első évadát. <laughs> Tehát azért annyira, annyira de, nem voltam kovidos. Igen, igen. szép. Valamivel le kellett kötnem az agyamat. És becsukod, és... becsukod az agyad is. És... Igen, de, de olyankor olyan, tényleg a teljes erőtlenség és reménytelenség, és már fejben végrendeletet fogalmazunk. És én ezt nem tudom megmagyarázni. De akkor fogalmazátok már meg, tehát tegyetek rá, És te jelöljetek meg, meg bennünk. tényleg a jogos útnak, Aha. aki majd elviszi a én egyébként emiatt ámulok a nőkön, tehát hogy ők hogy, hogy képesek tényleg, nem tudom, fájótorokkal fölkelni. Hát Egyetlen. úgy. Úgyhogy nem a lábat fáj, hanem a, tonkot, a tudom, de nekem kicsugárzik. <laughs> hát úgy, hogy a férfiak fájdalomérzete az, az sokkal lassabban működik, tehát ezt is el szoktam mesélni az előadásban, és, és érdemes utána olvasni, hogy volt egy kutatás, és arra kérték a, a jelentkezőket, hogy a nők, férfiak vegyesen voltak ott a kutatásban, hogy a kezüket mártsák bele először hideg, aztán meleg vízbe sokszor. És akkor a, a kutatók így kíváncsiak voltak, hogy melyik nem érzékeli a fájdalmat egyébként később. És e, kiderült, hogy 16 másodperccel később jelzitek azt, hogy valami fáj, viszont sokkal tovább tart utána a fájdalomból való felépülés. Hát erről beszélek. Jó, erről de beszél. ettől még idegesít. Érted? Tehát ar arról beszélünk hogy még öt napon keresztül nézed azt a sorozatot, és már tudom, hogy a harmadik napon rendben vagy. Tehát ott már hiába méred a, a lázadat, nincs. Tehát, és akkor, Tegyük és eddig se volt. Lehet, hogy eddig se volt, és az is egy annyira, annyira helyes, hát helyes helyes mozdulat, amikor így nem látjátok a lázmérőt, ugye már nincsen higanyos, hanem ez a, uh -huh. és emlékszem volt egyszer egy olyan párom, ahol, a, akinél nem, aki, nem használtunk ilyen higanyos hőmérőt, már volt az orvos, volt család az, volt orvos a családban, és, és ő mégis fe, feltartotta, amikor lemérte a rázát, és pittyegett, és mondta, hogy nem látom, szerintem ez 38, de hát elektronikusan hmm. jelezte ki a hőmérő a hőmérsékletét, hűmérő, de hogy nálatok a felépülés, a gyógyulás, valamilyen sebből, betegségből való regenerálódás, az több időt vesz igénybe. Egyébként mi pedig nyilván nem véletlenül viseljük jobban a fizikai fájdalmakat is adott esetben. Ugyanakkor nektek meg azt kell kommunikálnotok magatokról, hogy tényleg egy ilyen, ilyen vasemberek vagytok, és keresztül mentek mindenen, és benneteket baromira nem érint, hogyha nektek jön egy másik vasember, viszont egy láz, Hát igen, azt... mert ha csatában levágják a fél karomat, én megyek tovább. E... Tehát fociban, tudod, fociban úgy fel hogy egy nyílt lábszártörésem van, azt a gólt, azt már csak azért is berúgom, de, de, a 32 És a legdurvább ehhez, egyébként ennyiben hagyd legyek önkritikus magunk a férfiakkal, hogy igen, hogy ti -h -h. akkor ápoltok, meg nem tudom, és akkor jön az, hogy, hogy itt van meleg ha meg. Mi? És már csak akkor isszük meg, amikor hideg, és akkor is csak azért, hogy nehogy azt mondják, hogy nem ittuk meg. Ezt köszönöm. De ez, hogy csináljátok ezt? Az elmúlt hónapokban mindenki beteg volt a családban, és ugyanez a nagyfiamnál ugyanez van, hogy megcsinálom lelkesen anyukaként azt a fél literes telefo telefont, fél literes teát, beízesítem cukor, és stb. Még kicsit ki is hűtöm, hogy a drága kis 18 éves torkán jobban csúszson a tea, és 40 perc múlva megyek be hozzá, hogy megmérje a láz. Mondja meg, hogy mennyi, és akkor látom, hogy ott van, de már tudod, ilyen kis lepedék van Igen, a te... Igen, a... az olaj kicsapódott így. Hogy ezt miért? Hogy miért? miért? <laughs> Nem te... tudom, mert ezt, hogy tudod, hogy izé, hogy vegyél be a kataflámot. Fáj a fejem, vegyél be a kataflámot. De ha beveszek, akkor nem fog fájni a fejem. <laughs> Tehát, hogy, hogy nekem most ez az, á... ezt kell nekem megélnem most. Át kell magam adni Igen, egy ennek az érzésnek, hogy a... És ez megint a flóról szól. Tehát, Igen. ha nekem most az az állapotom, hogy fájjon a fejem, akkor nekem ebben az állapotban kell megmerítkeznem és elmerülnöm, és ezt egy kataflám keresztbe húzza. A nő meg azt mondja, hogy bekopok egy kataflámot, hogy tudjam csinálni a dolgomat. De a férfi meg azt érzi, hogy nekem most az a dolgom hogy fájjon a fejem. De mi lehetett volna tényleg az őskorban? Tehát, hogy ott milyen olyan dolog volt rátok nézve, ami mert ott nem volt gyógyszer, nem volt lázmérő, tehát mi volt az a, lehetett az a dolog, ami annyira levert benneteket a lábatokról, vagy leüt, kiütött, hogy, Érted, hogy, hogy, értem, hogy. szerintem valószínűleg az evolúció, vagy így, a, a, nem tudom én, a kiválasztódás szólalt meg belőlünk, hogy mamutvadászhatnál, ha egyikünk kicsit gyengének érezte magát, akkor azt mondta, hogy menjetek, ne törődjetek valam, hagyjatok itt. Ti éljetek túl, ti vigyétek a hibátlan géneket magatokkal, ezt a kis hibás 37-ös. Ja, izé. Tehát így lehetett az emberiség ennyire tökéletes, Fantasztikus. mint most. Hogy, hogy már a legapróbb tökéletlenségnél bejelzett a rendszer a férfinél. És az ilyen nem tudta továbbadni a, a gényeit, mert otthon fetrenget 35-9-es és, és vagy a párzás. Jó, de mégis nagyon sokan vagytok, akik, akik ezért így a lázad láza nehezen viselik. Na akkor mondok én, amit nem bírok amikor ha van egy intim kapcsolatban uh, ról van szó, tehát tárkapcsolatról, szülőről, stb., hogy beszélsz egy nőhöz, a nőhöz, és azon kapod, hogy közben a homlokodat nézi, vagy az órodat, vagy így a, a, bőrödet. Tehát, hogy így, így, így oké, okay, hogy vaszik, vaszik hallja, amit, amit mondasz, de már nézi, hogy mondta, hogy mit teszel, font, hogy be van száradva. És akkor már, már mind indul a keze. Már indul <coughs> a keze. <gül> <gül> igen, <gül> Na, hogy nyomja? Igen, ez, ez, ez. Jó, de ez meg a kapcsolódás miatt van. Tudom, igen, a ez majmok, ez a, a persze, tehát, hogy a, a, igazából, ha mi nem kurkászunk beneteket akkor ti nem úgy mentek a csatába, vagy a a vadakat leölni. Így van, hogy... tehát nagyon sok mit a buktak már el birodalmak. Szerintem igen. <laughs> nem tudok szolgálni, mentsenek föl, kapjak el kategóriát. Van egy bizony, De várjál, mert ehhez kapcsolódik az a történet, hogy miért nézzük mi esetleg az arcotok egyéb részét, nem csak azért, mert hogy találunk valamit, aminek nincs ott helye egy bőrhiba, vagy egy miteszer, vagy egy patanás, hanem ezt is vizsgálták egyébként. A bizonyos típusú emberek, és ilyenek az úgynevezett macska típusú emberek, azzal próbálják zavarba hozni a másikat, akivel beszélnek, vagy kibillenteni, hogy a száját, vagy az órát nézik, vagy a homlokú közepét, vagy a fejük tetejét, és ezáltal az a zavarkeltés miatt tesztelik, tudattalanul is tesztelik tulajdonképpen az ellenkező, akár nemet, akár a, az ellenfelet, és mm -hmm. az lehet egy másik nő is, és a, és éppen ezért ez a zavarba hozás az, ezekre az egyébként, nem akarok nagyon belemenni, mert nem vagyok személyiség tipológiában ö, tudós, és, és annyira jártas, csak ami, amennyit olvastam, hogy ez a, a inkább ez a zárkózottabb típusú emberekre vonatkozik, mm -hmm. amit olvastam, hogy ők, ők így detektálnak, tehát ők mm -hmm. megnézik, hogy nem azt, hogy milyen márkájú ing van rajtad, vagy, vagy ö, minden egyéb, hanem az, hogy zavarba hozzanak, mert azzal azt nézik, hogy te támadni akarsz, vagy nem. Hogy partnere -e a kommunikációban a másik vagy Barát sem. Barát vagy ellenség. Igen, Igen, Macska típusú ember? Ez egy másik beszélgetésünknek, hogy legyen a témája, mert nagyon érdekes, majd arról szívesen jó. Mert vannak kutya típusú emberek is, ez egy bizonyos tipológia, de most nem lövöm le a poént, csak be. És szüktem. vannak a gombák. <laughs> gombák, akik az egész lakást behálozzák, igen, 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 ezek igen. a nők. Na, akkor már ez az egész lakás behálózás, hogy ugye, mert hogy a nő szereti, hogy minden rendben van, tehát úgy áll a füző, hogy nem tudom, igen. és ezeknek a kis gombaszálaknak, amik behálózák az egész lakást, az eredője az maga a nő. Tehát, hogy, hogy kell egy tükör, ugye rögtön az előszobába, hogy amikor a nő elindul, akkor még bele tudjon nézni, igen. Hogy, hogy minden rendben. Mert akkor érzi jól magát, ha minden rendben. Én nekem nem kell tükör. Tehát, hogy én egy kis fikával az órom hegyén vidáman elsétálgatok egy fél napot. Tehát, érted? És nem senki szólsz. nem szól. Hát, ha nem szólnak, akkor nem tudom, hogy az Mert... ott van. Ha meg már szóltak, Persze. akkor meg már nem lesz ott. De hogy hogy, hogy hogy egy férfi rendben van magával, akkor is, ha, ha nem csekkolja, hogy kívülről minden király. Tehát, hogy nekem volt nyáron, hogy három nap után jöttem rá, hogy én borostás vagyok ott van, nem néztem tükörbe, a víz meg fodrozódott, abban nem láttam. Én, hogy én két dologra használom a tükröt, borotválkozásra és sávváltásra. Ha ezt a kettőt tudnám együtt csinálni, akkor elég lenne, csak egyszer belenéznem a tükörbe. De nem tudok. És hogy ott van a tükör, ami, tehát hogy a tükröt, azt tulajdonképpen férfiak találták fel nőknek. nőknek. Azt tudom mondani, lányok, nagyon szívesen, bármikor. bármikor. De ez, figyelj, most szerintem torzítasz, mert Nyilván, elég sokszor ez lesz jó rendben, de, hogy, de úgy torzít az, hogy ferdítesz. Tehát, hogy a férfi, amikor elmegy egy bevásárló körútra, és mondjuk sétál, maradjunk a Váci utcánál, ahol elég sok üveg felület van éppen. Hát mondjuk az igaz. Azért végeztek kutatásokat, hogy melyik nem nézi meg magát többször a vissza tükröződő ablakban. Tehát, hogy miért használja a férfi? Mert összerakjátok az egész nem. hétre, összegyűltek. El, elmondom, mert a nő azt nézi meg a tükörben, hogy mi nem stimmel. Tehát, hogy minden rendben legyen. A férfi meg belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy ez igen. Azért ez, ez, mm. azért ez azért össze lett hát, Ez azért, ez um, hát, rendben. Hát. És amikor elsételünk egy ilyen el üvegfelület akkor, akkor pontosan, Pontosan. F főleg ezek a tükröződő üvegfeleletek, ezekben az a jó, hogy nem, nem teli tükör, hanem csak úgy, úgy, úgy olyan homályos, meg olyan, kon olyan kontrasztos, olyan sötétkés, ami még úgy macsósít is. Tehát, hogy ugye az arcjeled is egy kicsit... Tehát, hogy egy férfi erre használja a tükröt, hogy azt lássa magába, hogy úristen, tehát, hogy a, 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 a természet több milliárd, négy és fél milliárd év alatt eljutott arra a pontra, hogy létrehozza ezt itt. Na, <laughs> Tehát figyelj. mi ennek a látványnak adózunk. Amikor Tehát a tulajdonképpen menjünk. annyira önimádók vagytok, amikor belenéztek a tükörbe, mert azt látjátok, hogy ez tehát tényleg az Isten megteremtette a férfit. Ezért kapcsolódva az előző podcasthez, amiben azt mondtam, és vállalom, tehát tényleg én erre hajlandó vagyok, hogyha van kellő támogatottsága a nézők, hallgatók részéről, hogy ez a bizonyos minden lakásba ajtófélfát vagy keretet, akkor azt is mondom, hogy minden lakásba. Csak annyi tükröt, ahány nő van, és a férfiaknak nem kell. Tehát akkor ne is használjátok a mi tükrünket. Egyébként hányszor van az, hogy bemegyek mosni, és a kinyitható szekrényajtó, amin van két tükör, én nem tudok ott egyedül, mert valaki a családból, valamelyik férfi tag bejön, és mellém áll. Nem. Tehát akkor dedikáltan használhatjuk. Jó, akkor amit ti kitaláltatok, találjátok ki, rendben tiétek a, a, a tükör, de azt meg hagy használjuk. Mi is használjuk arra, amire akarjuk, de akkor ne kritizáljatok bennünket, hogy. Hogy hogy miért nem Tehát, hogy Annyira látom, hogy mire használják a tükröt a fiaim és a lányom. Tehát nyilván a lány ez többi, stb. A fiúk meg mit csinálnak? Hajmosás közben szarvat, és nézegetik magukat. <laughs> ja, mert hogy tényleg annyira jóba vagytok magatokkal, hogy nincs is, nincs is szükség arra, hogy legyen egyfajta visszaigazolás mondjuk a párotok részéről. Még tükör nélkül is. Na, akkor ez a másik, hogy a párunk részéről való visszaigazolás. Tehát, hogy, hogy nem, hogy nem kell, hanem kifejezetten bántónak tudjuk talán. Tehát, amikor a párunk megjegyzést tesz, hogy szóval... Igen hogy azért, azért megy, vegyél fel, vagy az borotválkoz meg, mert szóval, hogy menjen fodrászhoz. Én. Mert a nő az megkérdezi, tehát a nőnek kell a visszaigazolás a párjától, és rendszerint a pozitív visszaigazolás kell. Jó, igaz. Kövér vagyok? Hát ott a tükör. Okay. Most beszéltünk a tükörről egy 20 perc. Ott a tükör, nézd bele, látni fogod. Látni fog. mondjam azt, hogy, 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 nem, vagy mondjam azt, hogy igen. Ne, tehát, hogy, igen, hogy... igen. De erősítsetek meg bennünket mindig a pozitív dolgok. Negatívat nem kell megerősíteni, ezt tudjuk. Tehát Viszont pont ma volt egy ilyen reggeli, pont Zsoltál, hogy készültünk ide hozzád, kérdezte a Zsolt, hogy, hogy, hogy most elegánsra kell venni, vagy nem, és mondtam, hogy á, szerintem, szerintem tök jó hétköznapi. És akkor kitett az ágyra egy pólót, és akkor azt mondtam, hogy na, ez viszont nem. De. Tehát, hogy, hogy, mi a, mi szintünkön, mi az, ami elegáns, és mi a ti szinteteken, vagy a ti elképzelésetekben az elegáns, akkor Láttam a Zsolt arcány. Mi a francért tette föl a kérdést nekem egyébként, hogy ide elég lesz egy pólóban jönni, egy elegánsabb pólóban, vagy kell-e Ha úgyis megkérdője lezem utána, és úgysem azt fogja fölvenni, amit ő vett volna föl. Tehát én ezt értem, hogy ez benneteket idegesít, de akkor meg ne kérdezzetek meg bennünket. Tehát akkor most kell visszaigazolás, vagy nem kell visszaigazolás? Tehát, hogy mi az, amit vártok tőlünk, és szerintem ebben mindig félre megy a. Hát a ez a, van egy ilyen mondás, hogy megkérdezem a feleségemtől a véleményemet. Igen. <gül> igen, igen. <gül> És a legtöbbször ezt a férfi azért csinálja lányok, és akkor ez a, a, a következő idegesítő dolog, mert én gondolhatok valamit, de ha a, a, a másik mást gondol, akkor annak vagy passzív agresszió lesz a vége hogy mi bajod van, semmi, és akkor én három napig találgathatom. Hogy, hogy, mi a baj, vagy ne adj Isten, vannak, vannak nők, akik nem tudom én, a, a szexuális megvonás eszközével élnek ilyenkor, vagy, vagy bármilyen ilyen manipulációval, vagy krokodilkönnyekkel, vagy nem tudom, úgyhogy sokkal egyszerűbb ilyenkor azt gondolni, amit a nő. <laughs> Tehát nagyon sok energiát, feszültséget, meg időt megspórolunk azzal, hogyha vagy ugyanazt gondoljuk, mint a nő, vagy egyenesen őt kérdezünk. Vagy úgy csináljátok, Igen, csináljátok? mert ha most Zsolt eljött volna pólóban, és utána három órán keresztül nézi a te savanyú arcodat ahányszor, izé, és még utána is, ha visszanézitek YouTube-on a videót, ja, és így ültök és néztek, és nem az már mekkora polyan, hogy... mondtam, hogy vegyél fel egy rendes inget. Tehát, hogy kell ez, sőt, még alá is komment hogy, hogy nagyon jó volt, Zsolt, vegyél fel inget legközelebb. Tehát ez, ezt mi meg akarjuk fognak spórolni. Jó, 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 oké, rendben. Van, van. Még, nekem még nagyon sok van. az. Nekem a, az is a nagyon valami. sok van. Egyébként, akkor mondjuk el, hogy ezek nem fogunk a lista végére érni, úgyhogy a következő adást is ennek fogjuk szentelni, Jaj, ha, egy, ha egyáltalán még szóba fogunk állni ezek hát, után. Hát igen, majd azt én eldöntöm, hogy szóba állunk e Nem baj, Zsolt jöhet legalább. Csakom, Zsolt focizni. A, ez a durva, olyan érzésem van, hogy ha tudod, hogy ezért fölhívok valaki, csak a felesége veszi fel, és akkor jó, de most már tényleg adjad a lacit, hogy pont az az érzésem van, mint gyerekkorom, vagy csak ki kell a... kérni, ki kell kérni a férjet. Jó, azért nincs ennyire rossz helyzetben a férfi társadalom, tehát azért ne, nem kell nekem ez a tényleg már ilyen, már, már itt látom a könycseppet a szemet szélén, hogy mi szörnyű életet nem Mi éltek. nem, nem, nem De azért, 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 és azért el kell mondjam, hogy nagyon sokan sírnak a mediáción, most már férfiak is. Mint hogyha ez így meg volna. És miközben mi szeretjük nők azt, mi nők szeretjük azt, hogy ha férfi elérzékenyül, mert akkor az milyen őszinte, egy idő után idegesítő is tud lenni. Hogy már megint azzal az eszközzel él, amivel egyébként mi szoktunk. <laughs> Ez nagyon jó. Na és akkor figyelj, akkor itt a, a férfi sírás, Ryan Reynolds. Ja, igen, Ryan igen, Reynolds. Igen, Tehát, igen, hogy a férfi, igen, igen. aki egyszer, aki, aki, aki tud vicces lenni és sármos, de nem szégyeli a könnyeit sem a filmjeibe. És erre a nők azt mondják, hogy úristen, a Ryan Reynolds. A Ryan Reynolds. És hogy az miért van, hogy egy nőnek lehet celebrity crush -ja, <laughs> egy férfinak meg nem. Tehát én nem mondhatom azt, hogy úristen, az Natali Portman, nem? Nézzük már meg a Natalie Portman, tökre szeretem a Natalie Portman. -t. Ki jött egy, úr. miért szeretette a Natalie Portman? -t? Mit, mit tesz el az a ribancon, ugye? De ezek a nők lehetnek, a Hú, a Justin Timberlake. De hiába van ilyen rajongás, ö, azt azért, tehát annyira nem vagyunk egytűek, hogy ne tudnánk, hogy soha nem lesz a miénk a Reynolds, viszont ti meg itt vagytok. Nekünk Igen, ez a meg itt van, itt jó. Van. Igen, tehát elkezdjük a bulit, és kell tényleg. De hogy mi azért ezt őszintén Tényleg oda tesszük magunkat, szerintem a kapcsolatba. Mm -hmm. Tudom, meg azt is tudom, hogy a nők a, a, a szívükkel e, szeretnek, a férfiak meg a szemükkel, és akkor azt feltételezitek rólunk, hogy amíg ti uh, Ryan Reynolds belső értékeit <laughs> találjátok vonzónak, addig mi biztos csak Natali Portman fenekét akarjuk látni a vásznon. Ekkorában. <laughs> és nem Natali Portman feneke a nagy, hanem a vászon. Ugye? Igen. De, de azért. Ja, örülünk, ha nem néztek meg egy feneket sem, a kívül. Hát a sajátunkat. <sínt> ja. Pusztán, Na, oda ne a tegyünk jogokból. tükröt viszont. <sínt> Tehát a De, a WC-ben ér... ne tegyünk tükröt. De a tükörhasználathoz, hogy hajnyíráshoz szoktam két tükröt. Tehát az, hogy hány tükröt használ egy férfi, nekem két tükör kell a hajnyíráshoz, Igen. hogy hátul is le tudjam nyírni. Ezért van a fürdőszoba tükör, meg egy kis kézitükör, és múltkor összetörte a kislányom a kézitükröt, és mondják, hogy a tükör összetörés szerencsétlenséget és én erre csak akkor jöttem rá, amikor már elő lenyírtam a hajamat. És tényleg szerencsétlenséget, hogy ilyen, ilyen, ilyen csiroki frizurával kell emberek közé menni. Vagy megpróbálsz akkor, és akkor egy vonalkódot ez, ez, ez ráfekszel az önkiszolgáló kasszára, hát ha beolvas narancslének, vagy nem tudom. Úgyhogy. És még ehhez kapcsolódóan akartam mondani, a tükör, igen, szerintem még van, hát most nagyon-nagyon sok van a rovásatokon, ezt őszintén megmondom. Tehát ilyen mi idegesít bennetek történetben, és az is idegesítő, és ezt sosem fogom elfelejteni. A Távol Afrikától című filmben, ahogy Robert Redford haját lenyírja Meryl Streep. Nem emlékszem rá. Még szerencsés, hogy szerencsés, szerencsés, nem fordítva történt. <síns> és az... Egyszer tudjuk felvenni gyerekeket. És <síns> <síns> És az annyira, meg, akkor azt hiszem, hát a kicsi gyerek voltam, nem tudom hányas a film, és az úgy megmaradt bennem, igen. Semmi. Valamit. Csak és Csak a... azt hiszem, a... Strip viszont ilyen, én nem tudom, ilyen ufó, hogy ő meg ő még... Semmennyit nem. Igen. igen. tehát ő pont annyi, ugyanannyi, mint akkor ott volt a távol Afrikában. És egyszer olvastam egyetemistaként valami elemzést, valami filmelemzést, amelybe behozta, egy pszichológus behozta ennek a filmnek a, ezt a bizonyos jelenetét, ahogy ott Meryl Strip levágja Robert Redford haját, és hogy arról beszélt, hogy az az intimitásnak egy olyan foka, amikor egy nő levágja a férfi haját, a haj, ami egyébként sok szempontból ugye az erő, a, a, így van, tehát az minden kultúrában valahol benne van, hogy amikor a férfi ebbe beledől és engedi levágni a nőnek a haját, akkor az a bizalom ne továbbija. Na most, nálunk Ezzel a nők elég csúnyán vissza tudnak élni az Igen, nem a haját. Tényleg? Igen. Egyébként nálunk is azon, hogy az én apósomnak az, ide, az apos anyósom a haját. Na de amikor az van, hogy a párkapcsolatban bejön -e ez a történet, hogy figyelj szívem, nincs egy fél órát csak, hogy levágd a hajam, mondja ezt mondjuk nekem Zsolt, vagy, vagy akár a gyerek, akkor ott nagyon erősen határt kell húzni, mert én például, és most ezt enged meg, hogy tényleg magánemberként mondjam, azt éreztem egy idő után, pedig tök jól vágok hajat szerintem, hogy... Hogy ez egy szakma. <laughs> hogy nem. És, de, egy és nem véletlenül. Nem véletlenül. <laughs> Igen, tehát annyira nem próbálkoztam vele. Tehát megtanultam úgy vágni az ollóval, hogy közben a fésüt ugye tolom fel, és akkor az jaj, de jó. Hogy azt éreztem egy bizonyos pont után, és ezt azt hiszem, most nézhetek Zsoltra annyira, hogy megengedem, hogy ezt behozzuk ide a, a köz, közbe, hogy én magam mondtam, hogy inkább nem nyírnám, mert, mert azt éreztem, hogy, hogy ez a olyan intim valahol, hogy inkább ezt rábíznám a férfire, hogy lepjen meg engem, amikor hazajön, és azt mondhassam neki, hogy fú, de jó hajad. Na most mi történt? Elment fodrászhoz, nagyon-nagyon ritkán találunk jó fodrászt, és most az egyik kedvenc kis helyes fodrászunk elment babázni, és előtte meg akárhányszor elment az én kérésemre a fodrászhoz, hazajött, és mi volt az első mondatom? Jézus, hogy néz ki! Tehát én azt éreztem, hogy lehet, hogy én jól vágom a haját, de valamennyit kivesz a nő és a férfi intimitásból, miközben nagyon erősen bennem volt a távol Afrikától jelenet, hogy de hát az megad, mert azt mondta akkor a pszichológus, csak ez volt 20 évvel ezelőtt, úgyhogy van, akinek ez bejön, és van, van olyan pár, olyan pár is van, aki nem csak a haját borotválja közösen, hanem egyéb intim testrészét is, mert nekik az olyan, ami ad hozzá valami plusz szexualitást vagy plusz intimitást nálunk ez a hajvágás, ez egy kardinális kérdésé alakult, hogy nem, én azt gondolom, hogy most, lehet, hogy ez azért van, mert törekszem, hogy az tartozzon arra a férfira, mint ahogy az én sem kérem meg a Zsoltot, hogy vágja le. Menj el, le valami idegen nőnél, és ne is tudjak az egészről. Csak. És jön a következő idegesítő, a férfi, amikor ül a női fodrászatnál, vagy fodrásznál, amikor a női fodrász mesél. És nektek nem, akti, nem, ér, nem akartok jó, mondjuk... Nem, de mit tudok csinálni? Olló van a kezében. <gül> <gül> Ezen gondolkodtam egyébként, hogy a mai napig mindenkinél kötelező a, a gépi e, számlázás, a naphoz bekötött pénztárgép, kivéve az autószerelők és a fodrászoknál. <laughs> és nyilván azért, mert ők nekik vannak van megfelelő fegyver. eszközei. Tehát ők kerülnek éles eszközökkel a politikusok Behajtják. nyakához közel. Úgy, igen, az érez, hogy... igen. De hát ez a, ez a De És az, hogy mesél a fodrász, de az, hogy egy idegen nő turkál a férfi fejében, az... Az Én nem zavar titeket? Mert minket férfi... Bár nagyon régen egy voltam már zavar. fodrásznál. Egy esetben zavar. Nem engem, engem nem. Tehát általában a nőket, hogyha az a fodrász nagymellű, nagyon csinos, nagyon fiatal, és nagyon okos és humoros. Ebben az esetben. Most Még akkor is, ha Istvánnak így áll. <hállt> <hállt> Ó, <mit> az István? <hállt> De hogy... hogy de egyébként ezeket nem tudjuk meg, mert hazajöttök, nem mesélitek el, hogy mi volt a fodrásznál, mert mit meséltek, levágták a hajatokat. Tehát mi megmenekülünk szerencsére attól az információtól, hogy Claudia ott állt fölöttetek, így oda tolva a dekoltázsát, és ti egy nagyon-nagyon rendes módon általában... Megadó iskolás fiúként. De becsukott szemmel ültök a fodrásznál, hogy nehogy az a vád érjen beneteket, hiszen tényleg csak eddig akarjátok látni a fodrászt, aki nagyon jól néz ki, hogy csinos volt, okos volt, helyes volt, jó illata volt, stb. És akkor nem is mondjátok el nekünk ezt, úgyhogy ezt a történetmesélést a fodrásztól hazajövet sem osztjátok meg velünk, mert akkor, ha nincs baj, tudod, no woman, no cry, ilyen értelemben. De a fodrásztál, amíg jártam, mindig lebegőset játszottam, hogy ülsz ott ölbetett kézzel, ugye egy leomlik a ruha, és egyszer csak így az ölbetett kezedet, mintha a két térdedre lenne felemeled, és elkezdesz nagyon furcsa, nem és esetleg egy kicsit meg is emelkedt lábból, ez nagyon vicces. Ez beült, tehát jó, így kényelmes, igen. Mi történik? Úgy, hogy... így megértem, igen. hogy már nem jársz fodrászhoz. Igen, megegyeztünk a hajhullásban inkább. Hogy a, amit a fodrász végez, de azt mondta a természet elintézi évtizedek <laughs> jó, alatt. Dorka, nagyon hosszan folytathatnánk ilyen, még, és fogjuk is folytatni, jó? jó? Oké, és szerintem onnan fogjuk folytatni, hogy majd, hogyha uh, megjön a férj a fodrásztól, jó, és hát, megkérdezed, hogy mi volt, akkor ő majd azt fogja mondani, hogy semmi, semmi. És hogyha mi kérdezzük meg a nőt, akkor meg a nő mondja azt, hogy mi bajodra, hogy semmi. Hogy ezt a semmit használjuk mindketten, csak egész más jelentésben és kontextussal. Ezen a, ezen a kérdésen paprikázzuk föl majd magunkat legközelebb, szerintem, és innen indítjuk be ennek a pár. A, a folytatásán. Akkor beszélünk a semmiről. Szuper! Nagyon jó, semmiről Köszön. hosszan. Köszönöm szépen. Aki további stand-up csemegékre vágyna bővebben, az a dumaszínház.hu oldalán megtalálja a szívéhez és lakóhelyhez legközelebb eső Kovács András Péter előadásokat, Gönci Dorka vállótársas és munkatársas előadásait pedig ezeken a címeken megtaláljátok és követhetitek a Facebookon. Találkozzunk élőben is. Sziasztok!